Akármit építesz a Minecraftban, megveszem a valóságban. Itt van közel 100 nézőm, akik ezen a világon fognak építeni valamit, amit meg szeretnének kapni, és a nyertesnek megveszem a valóságba. Egy kikötés van, 50.000 forint alatt kell lenni a terméknek, mert hát nyilván nincsen végtelen pénztárcám. Jó szórakozást. Jó, és el is kezdték az építést, uram, atyám, nem tudom mi fog itt történni, de mindenki milyen szorgosan építget. Komolyan valaki épített egy armor standet. Nem tudom, vegyek neki egy Minecraftos armor standet re-life-ba, vagy mi? Úristen, mik lesznek még itt? Oké, hivatalosan is eltelt 10 perc, és uram, atyám, már előre félek, hogy mik lesznek itt a végén. Valaki egy gamer széket épít. Endo egy gamer széket épít, és mennyire jó. Milyen high quality gamer szék. Itt nem tudom, mi készül. Ez egy csúszda? Hát nem tudom, Csiga 11 mit gondol, de egy csúszat nem tudok venni, az nagyon drága. Ez egy billentyűzet. Nézzétek, már ott vannak a nyilak. Ott a space. Na jó, ez ötletes. Jó, nagyon jól haladnak az építmények, de ez mi? Miért van itt egy dabébi autó? Miért? Kornél, miért? Miért kellett? Aj, amúgy még, és az a vicces benne, hogy még rendesen jól néz ki. Na jó, én behúzom Kornélt, mert kíváncsi vagyok, hogy mi járhat a fejébe. Annyira a kérdés, hogy mi jár a fejedbe, hogy egy dabébi autót építettél. Dabébi az istenem. Hát igen, igen, dabébi, let's go! Ez az ember Taco Knight egy, nem tudom, ez mi? Ez egy mikroszkóp? Vagy ez mit? Ez lehet egy mikroszkóp. Pedig leírtam nekik, hogy arra figyeljenek, hogy 50.000 forint alatt kell lenni, vagy nem tudom, egy mikroszkóp az mennyire drága. Az most ez egy jó kérdés. Ne, itt egy YouTube díj. Micsoda, itt egy YouTube díj. Nézzétek már. Andris épített egy YouTube díjat. De menő, de jó néz ki, vagy 1 millió gabezon. Azta. Na jó, ez nagyon tetszik. Hát köszönöm szépen. És hát ha nem is az 1 millió, a 100.000 feliratkozó nagyon nagy célom, és a YouTube néha beglitch-e és leiratkoztat embereket, szóval mindenféleképpen nézd meg, hogy fel vagy iratkozva, és nem, akkor iratkozz fel. Ez itt micsoda? Itt mi épül? Te jó ég, ez ilyen, ez valami repülő cucc. Hát ez nagyon sok mindent elmondtam. Nézzétek meg, Dave egy kontrollert épített, vagy ez nem tudom mi lesz, lehet egy Nintendo-t, akarsz egy Nintendo Switch-et, vagy nem tudom, most igazából hirtelen az ugrott erről eszembe, na mindegy. Na és ez micsoda? Ez mi? Ez mi? Ezt nem tudom feldolgozni. Ezt meg kell kérdeznem, ez fogalmas, hogy ez mi lehet. Azért húztalak, mert meg szeretném kérdezni, hogy ez micsoda. Én sem tudom igazából, de el vagyok. Ez a Robloxos fej még megvan, de hogy alapból ugye, mi ez a fül neki, vagy ez nem tudom. Fogalmam sincs, ez mi akar lenni, de... Igazából Airpods-nak indul, de úgyfelén rájöttem, hogy borzalmas, és csak építek. Hát jó, akkor sok sikert a továbbiakban. Találtam egy ilyen monitor-szerűséget, ez eléggé kreatív, nézzétek meg, itt van a tálca, Windows Search, Minecraft. Itt van egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen böngésző ablak lehet megnyitva, hogy laptop 20.000 forint buy now, ajaj. És itt van egy ilyen Roblox, ilyen gift card, 4500 Robux és 17.000 forint. Már előre érzem, hogy ez a videó a bankszámlámnak nagyon fog fájni. Oké, hivatalosan is túl vagyunk a fél időn, és uram, atyám, nagyon nehéz lesz döntem. Nézzétek meg, mennyire szép építmények vannak itt, hát nem tudom, hogy fogok dönteni. Itt valaki épített egy Jordant, ami úristen, nagyon jól ki van dolgozva. Épített egy biciklit, Attila gameplay JT. De menő, és ebbe a biciklibe nézzétek meg, itt egy ilyen vizes palasz, itt kaja, vagy nem tudom, valami dolgok. És még bele is lehet ülni, nézzétek meg, belőtve a biciklibe, hát ez nagyon menő. Viszont ugyebár három szempont szerint fogom pontozni az összes építményt, ezt még nem mondtam el neki, hogy milyen az a három szempont, de viszont nektek sem mondtam még el. Szóval lesz majd ti is akkor fogjátok megtudni, amikor elkezdik a pontozás. Addig nézzétek a videót. Ugyebár volt ez a kis csúsz az elején, de viszont kiderült, hogy egy nagyon nagy roller van itt mellette, és ez csak az ugratója az egésznek. Kíváncsi leszek, ez nagyon kreatív. Hoppá, nézzétek meg, itt valami nagyon épül, de nem tudom, hogy micsoda, ez egy ilyen atomerőmű lenne, vagy várjatok? Ezek olyan, mintha ilyen kis kulacsok lennének, vagy valami ital. Ez nem tudom, hogy micsoda. Hát mindegy, majd kiderül. Nézzétek, Mumus Maci alkalmazza a bilteket, amit az előző videóban fedeztem fel. What? És hogyha így egymás mellett van a kettő, akkor olyan, mint egy ilyen, nem is tudom, ilyen fal lenne. Hát ez nagyon menőn néz ki. Itt épül egy hatalmas doboz, vagy ez nem is tudom micsoda, valami, ez valami szép lenne, vagy ennek mi van a belsejébe? Fogalmam sincs, mi lehet, ezt megkérdezem Wallycraft-tól. Haló, hallasz? Csak azt akartam megkérdezni egyébként, hogy mit építesz, de valahogy így le tudnád írni, vagy meg tudnád mutatni? Hát jó, mindegy, na jó építést. Úristen, nézzétek meg, valaki egy iPhone-t épített.
Jézus, és rendesen itt vannak az appok. Ja, egyébként felmerülhet bennetek a kérdés, hogy hogyan lehet bekerülni ilyen eventekre. Mindössze annyit kell tennetek, hogy beléptek a Discord szerverre, megcsináltok minden hitelesítést, utána már csak vártok, hogy mikor lesz event. Jó, 50 perc eltelt, most már csak 10 percük van hátra építeni az embereknek, és nézzétek meg, nagyon durván haladnak. Annyi minden épült már itt, hogy az valami hihetetlen. Körülbelül 7 percük van most már hátra a versenyzőknek, és nézzétek meg, ez a fülhallgató nagyon menő néz ki. Tényleg úgy néz ki, mint a régi fülhallgató. A régi videóimban voltak, ami hát elég jól eltör, de tényleg full úgy néz ki, ez olyan, mint egy Razer füles. Jó, vége is van az építési fázis, csak most jött a pontozás. Pontozás három szempont alapján fog menni. Az egyik szempont az egyediség, ami azt jelenti, hogy mennyire volt egyedi az ötlet, tehát mennyire ritka az az ötlet, amit megépített az ember. A másik a szépség, hogy milyen szépen tudta megépíteni azt, amit kitalált. A harmadik az meg a kreativitás, hogy milyen módon építette meg azt, amit kitalált. Mert most egy fülhallgatót például meg tudsz építeni úgy is, hogy csak random csinálsz egy fülhallgatót, vagy meg tudod építeni úgy is, hogy mondjuk csinálsz egy embert, akinek a fején a fülhallgató van, tehát ezt így értem a kreativitás. Jó, itt ez a Jordan, ami azért elég jól néz ki, erre adok egyediségre 9 pontot, mert azért egy cipőt nekem nem jutott volna eszembe, hogy építsek. Szépségre 7 pontot adok, kreativitásra 7 pontot adok. Így jelenleg 23 pontja van, és így a Jordan vezet. Na jó, ez a Dababy kocsi, ez annyira jó, ez egyediségre 10 pontot kap, kreativitásra 10 pontot kap, és szépségre hát sajnos túl a pontot kell adnom, mert akkor ő nyerne. Nem engedhetem, hogy a Dababy kocsi nyerem, mert az nem lenne fel a többiekkel amúgy. Jó, a következő, amit pontozok, az ez a fülhallgató, és ez nagyon-nagyon menőn néz ki, hogy így pörög ez a fény. Egyediségre 5 pontot kell adjak, mert azért elég sok fülhallgatót építettek. Szépségre egy 7 pontot adok, kreativitásra meg megadom a 10 pontot, mert szerintem ez nagyon menőn néz ki, ez a belső tér. De jó, így itt van az, amit az elején valamilyen Roblox figurának néztem, az AirPods, és nézzétek meg, azért elég menőn néz ki. Ez nagyon király, nem nagyon láttam, hogy valaki más épített volna AirPodsot, hogy várjál. Ja, de itt még ő épített AirPodsot, de azért az eléggé jól ki van dolgozva. Jó, szerintem egyediségre kap 8 pontot, szépségre 8 pontot és kreativitásra 8 pontot, így van 24 pontja ennek a játékosnak. Szóval most ő van az első helyen. Azt a mindenit, nézzétek meg, itt valaki épített egy hajót, ahogy egy ilyen csáp húzza le a vízbe, és ezt nem tudom, hogy mi akar lenni. Oh, ide van írva, hogy Sea of Thieves, és az is ide van írva, hogy mindenki fejelje le a like gombot. Ez így igaz, azt légy, tegyétek meg, hogyha segíteni akarjátok a csatornát. Egyediségre kap tőlem 7 pontot, szépségre 7 pontot és kreativitásra 9 pontot, mert azért ez a csápos, krakenes dolog, ez elég menő. A következő az egy ilyen palackba zárt hajó, ez nem is tudom, ez valamilyen dísz lehet, vagy valami, nem tudom, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen, na mindegy. Egyediségre 9 pontot kap, mert hát azért nekem például nem jutott volna eszembe egy ilyen palackba zárt hajót építeni. Szépségre 8 pontot és egyediségre is 8 pontot, és így pont holt versenyben van az AirPods, ami pontosan itt van mellette, de király, ez jól kijött. Jó, itt egy visszatérő építmény, ez a roller meg az ugrató, ez nekem személy szerint nagyon bejön, és én erre egyediségre adnék 9 pontot, mert azért ez nem épített senki sem roller. Szépségre 8 és kreativitásra 8, így van 25 pontja, így holt versenyben van az elsővel. Jó, a következő, amit pontozni fogok, az ez, ami micsoda, ez mi? Nem mondott, hogy ez Trianon, ne már! Valaki konkrétan megépítette a Nagy Magyarországot, itt van Magyarország, Felvidék, Kárpátalja, Erdély, na jó, ez nagyon menő. Hát ennek az egyediségére 10-et adok, mert ilyen álmomba se jutott volna eszembe. Szépségre 5-öt, kreativitásra meg 7 pontot adok, így van 19 pontja a Trianonnak, de viszont ez nagyon tetszett. Aztán nézzétek a következőt, ez egy, ha jól látom, ez egy ágy, de ilyen emeletes ágy, amit nem is tudom, én így külföldieknél láttam ilyen Amerikában, hogy egy csomó embernek ilyen a íróasztala, hogy így alul van az asztal, felül meg az ágy, és így fel lehet menni, hát ez szerintem nagyon menő. Hát ez elég menő, viszont hát egyediségre én erre adok neked 8 pontot, szépségre sajnos 6 pontot tudok adni, kreativitásra meg adok 9 pontot, mert azért elég sok mindent beleraktál. Azt a mindenit, milyen menő gamer széket épített valaki, megint is nézem, hogy kicsoda. Converter 52, hát szerintem ez nagyon-nagyon jól ki van dolgozva a többi gamer székhez képest, mert egyébként nagyon sokan építettek gamer széket, nézzétek, ott van egy, meg ugye itt van ez. Szerintem ez lett a négy közül a legjobb. Erre egyediségre, mivel sok van belőle, és kicsit kevesen van belőle, mint a fülesekből, ezért adok neki egyediségre 6 pontot, szépségre 10 pontot adok, kreativitásra meg 9 pontot. És így neki is 25 pontja, hát ezt nem hiszem el, így már 3-as holt verseny van, hát nem tudom, hogy fogom eldönteni egyébként. Nagyon-nagyon nehéz pontozni, higgyétek el. És itt van ez a repülő valami, ami azt a mindenit nagyon durván ki lett dolgozva, vagy ez ugye a Discord Nitro, ugye egy éves
Discord Nitro, azt a mindent, hát ez nagyon menő. Jó, hát egyediségre 9 pontot kap, szépségre egyértelműen 10 pontot kap, és kreativitás is 10 pontot kap, mert azért itt ez így felszáll, itt a szét van törve alatt a talaj, ilyen pillangó szárny van, meg minden hülyeség. Ugyebár így összesen van 28 pontja, ami azt jelenti, hogy ő áll az első helyen, tehát a győztes építmény itt áll a szemünk előtt. Na hello! Gratulálok a győzelemhez, ez elég menő lett. 28.000 forint értékű Discord Nitrót nyertél. Mivel még benne vagyunk az 50.000-es keretbe, ezért még kapsz mellé plusz 10.000 forintot. Köszi szépen. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, hogy tetszett, akkor iratkozzatok fel, találkozunk a következő videóban, én Gabi voltam, sziasztok!